A Liga Kupa 6. fordulójában az E-csoport záromérkőzésén a tartalékos Újpest a DVTK-t fogadta. Tisza, oldalfal csap össze, ez a labda pedig erősé. Ígéretes beadás, Kovács, és most már vezet a lila-fehér csapat. A sokadik helyzetét kihasználja az Újpest. És mondhatjuk azt is tán, hogy a sokadik helyzetét kihasználja Kovács. Vági fellépett, de elveszítették a labdát, és az ő helyéről jött most a beadás, mert senki sem zárt oda-vissza. És ahhoz képest, hogy egyes egyedül volt a kapu előterében újpestiként Kovács, nem volt a közelében Diós Győri védő. Erős. Tajti nem fér a labdához, és szabályosnak ítéli ezt a megmozdulást Becséri Dániel, 2-0. Pollák állt meg a kapus előtt, és Tajti neki rohant Polláknak, így aztán nem tudta elboxolni a labdát. Volt egy veszélyes előretörése, volt egy igen veszélyes fejese, és most már van gólja is. Megkezdődött az 59. perc. Bosztonyi a labda mögött, két tagú sorfalvel szemben, és nagy helyezkedés ott az 5-es feles és a 11-es pont közötti részen. És sikerül a szépítés, Nagy Tamás! Más kérdés, hogy körülbelül 3 méterre volt a kaputól, de nem ért ki Horváth Tamás. 86. perc, és ott van egy újabb fejes gól. Mihajlovics második gólja a mérkőzésen. Ez a fejes gólok meccse. Ez most már cseppet sem kérdéses, hogyha eddig az lett volna 3 fejes gól után. Vajon mikor volt ilyen eredményes mérkőzése utoljára a belső védőnek? Nagy Tamás mellől bólintja be. Bodnár jó szöglete után. Vági tör előre, és egy jó labdát kapott Tiszától, még ez is jó. Vági elesik, 11-est ítél a játékvezető. Ott a szabálytalanság. Nyilván benne volt ebben már az a fáradtság, amit a Görcs is jelzett Bodnárnál. Alig, hanem a meccs utolsó jelenete következik. Bent van, Tisza ezúttal is gólt szerez tehát. A legeslegvégén összejött neki még egy, a 8. ebben a sorozatban. De 3-2-re így is az Újpest nyeri fiataljaival felállva ezt a mérkőzést a Diós Győr ellen. Ez a két csapat viszont elköszön a Liga Kupától. Ebből a csoportból a Debrecen és az Eger lép tovább.